Sziasztok akadémiások! A mai második leckében a három betek elleni védekezésről lesz szó. A tematikája a videónak úgy fog felépülni, hogy megnézzük, hogy hogyan is kell védekeznünk három betek ellen. IP és OP közötti különbségek, tehát amikor pozícióban és pozíción kívülünk, ezt fogjuk megvizsgálni, illetve egy négybe stratégiát. A három betek elleni védekezés pozícióban. Mindig érdemes azt megvizsgálnunk, Hogyha pozícióban ülünk és kapunk egy 3-betet, akkor egyfelől mennyire milyen ülünk az ellenfelünkkel, mi a 3-bet -e, illetve azt is érdemes megnézni, hogy mennyire exploitálta az ellenfelünk poszlop. Ugye, minél dípebb játékban ülünk, annál gyakrabban tudunk majd kólokkal vérekezni. Én itt az adott példában egy 150BB plusz effektív stackű szituációt adtam meg, ami az én véleményem szerint már a dípebb játékok közé tartozik. Tehát nyilvánvalóan ha mélyebben ülünk és ráadásul pozícióban, akkor nagyon-nagyon sok lappal fogunk tudni gyakorlatilag kólokkal védekezni és posztlop játékot játszani. Ugye szűkabb sztekeknél egy 40 bb s effektív stack ellen erre már nem nagyon van esélyünk, ugyanis ha valaki mondjuk a 40 bb ből le három betel minket preflop egy 8-9 nagyvakig, akkor gyakorlatilag már betette a stack ilyenek a negyedét, és nagyon könnyedén be fog tudni kerülni a stack posztlop, akár már floppon. Úgyhogy nyilvánvalóan egy Sultit konnektorral nem fogunk tudni több utcán át nézelődni, hogyha egy szűkebb sztekű ellenfél három betel meg bennünket, és ebből kiindulva többet dobhatjuk majd el ezeket alapjainkat. Ugye, ha exploitáltó valaki, akkor én elsősorban kettő dolgot szoktam megvizsgálni, ugye egyfelől azt, hogy mennyire széles a három bet range -e. Ugye vannak olyan játékosok, akik nagyon szűken szoktak három betelni. én például a mai napig látok olyan regulárokat, akiknek mondjuk MP versus EP, van egy 3% körüli 3 ami nagyon gyakran egy bubi pár plusz ász király laptartományt fog takarni önmagában, és nyilvánvalóan, ha még emellé még egy dípség is társul, de akár ülhetünk 140 milyen is ebben a szituációban, érdemes lehet például egy kisebb párral, mondjuk egy ötös párral kólolni, ugyanis rettentesen nagy implikált esélyünk van arra, hogyha kiesik mondjuk flopon a szettünk, akkor ezt a bubi pár plusz ász király range lesztekkeljük. És hát természetesen általánosságban kijelenthető, hogy többször kóllalatunk három betet pozícióban, mint pozíción kívül. A pozíción kívüli három betek elleni védekezés sokkal másabb játékot igényel, mint a pozícióban lévő három betek elleni védekezés. alap esetben szűkeben kell védekeznünk, azaz többet kellene dobnunk, hogyha pozíción kívül kapunk egy három betet. Többször is kellene ezek alapján négy betekkel védekeznünk. És hát természetesen föl kell magunknak mindig azt a kérdést, amit ugye pozícióban is föltettünk korábban, hogy mennyire is széles az ellenfelünknek ugye a három betting range -e, mekkora az ellenfelünknek a hárombet mérete, és egy deep játékban ugye nem érdemes nekünk szélesebben gólolnunk, mivel pozíción kívül vagyunk, úgyhogy ha, ha ezt meg szeretnénk tenni, akkor sokkal inkább olyan játékosokat kellene erre találnunk, akiknél szintén látunk valamilyen posztop játékbeli hiányosságot, vagy valamilyen líket. Ugye továbbra is ez lehet egy olyan lík akár, hogy mondjuk nem c a az ellenfelünk oszlop, vagy ha cébet el is, akkor nagyon sűrűn csak egy ilyen harmad pot vagy negyed pot körüli cébet méreteket alkalmaz. Az utóbbi egyébként nem szokott jellemzően hiba lenni, viszont hozzá kell azt tenni, hogyha valaki például minél nagyobb méretekkel szokott floppon c tehát mi minél gyakrabban fogunk találkozni akár egy 80% körüli cébet mérettel, ha vagy nagyobb mérettel, akkor nekünk érdemes lesz már preflop szűkítenünk a range tehát megint csak többet dobnék, többet négy elnék, és kevesebbet kórolnék, cool pontosan emiatt, hiszen maga az ellenfelülnek a játékstílushoz, az azt kell, hogy mondjam, hogy kellemetlen. És ugye egy 55-60% fölötti foltú négybetnél érdemes lehet egy szélesebb löf négybet kialakítani, pontosan azért, mert ilyenkor ugye meg kell vizsgáljuk azt, hogy mennyire szélesen dob az ellenfelünk, tehát mekkora a foltú négybetje, mennyit kólol cool négyvet ellen, illetve hogy mennyit ötbet el minél többet dob valaki négybetre, mi annál szélesebben fogunk tudni általánosságban blöffből is négybet állni. Ugye ilyenkor, ha valakinek van egy nagyon megcsúszott blöff for to bet értéke, akkor igenis nekünk szélesítenünk kell általánosságban a blöff négybet rincsünket. És mivel pozíción kívülünk, ezért nagyon sok esetben, mondjuk egy LP versus cutoff szituációban, érdemes lehet akár az ilyen királybubi szútidokkal, áztízesekkel és az ilyen típusú lapokkal is blöffből négybet állni. És amit itt még kiemeltem, és egy nagyon nagy hibának gondolom, az az, hogy mikrotéten és még akár mist regulároknál sokszor tapasztalom, hogy ugyanazt a range kezdik el védeni, még akár pozícióban vagy pozíción kívül is, egy különféle 3 bet méret ellen, tehát téterezzük fel egy 7,5 bb és 3 bet méret ellen, ugyanazt a range kezdik el védeni sok esetben, mint egy 9 bb és 3 bet méret ellen. Természetesen minél nagyobb valakinek a 3-bet mérete, mi nekünk annál többet kellene alapesetbe dobnunk, és annál inkább kéne a 4-betek felé mennünk, és annál kevesebbet kéne kóloljunk, és ennek természetesen megint csak az ellentéte, tehát hogyha minél kisebb az ellenfelünknek maga a 3-bet mérete, akkor mi annál többet fogunk tudni alapesetben kólolni. A következő példában azt látjuk, hogy a baloldali táblázatnál cut-off SB szituációban vagyunk, tehát mi vagyunk a cut nyitók és SB3 betel minket, tehát a kis vak. Ugye itt úgy van a színezés, hogy zöldek a kólok, és pirosak a négy betek, a kékeket eldobjuk 3 betre. És a jobb oldali képen viszont azt láthatjátok, hogy ugyanúgy cut nyitunk, de a button 3 betel minket, és hogy ez nekünk mit kéne csinálnunk. Ugye kapásból észrevető a két range, illetve a tábla között az, hogyha pozíción kívül játszunk, akkor sokkal több lappal kellene nekünk preflop négybe és szerintem ezt nagyon-nagyon sok játékos ezt nem alkalmazza. Én nagyon sok olyan játékossal találkoztam már, akik szinte soha nem négybe el ezekben a szituációban, akár ilyen Áztisztúti, Királybubiszúti, Bubi tízes szerű lapokat, hanem inkább kólolták vagy eldobták őket, és ez nem lesz összességében jó, én azt gondolom, ugyanis a pozíción kívüli játék az egy sokkal, sokkal nehezebb játék rész, mint ha pozícióban játszanánk. Úgyhogy erre mindenképpen javaslom, hogy figyeljünk oda, és hogyha vannak nekünk erre megfelelő táblázataink, akkor igenis érdemes ezt átgondolni, főleg akkor, hogyha eléggé alul négy beteltétek eddig ezeket a szituációkat. Röviden összefoglalva, Ugye általánosságban minél nagyobb egy három bet méret, mi nekünk annál többet kell dobjunk, annál többet kell négy betelnünk. IP többet kólóhatunk, mint pozíción kívül. Deep minél deep egy játék, mi annál többször játékba jellemzően megadásokkal. És minél szűkebbek a stekek, minél nekünk annál gyakrabban kéne preflop megválni a lapunktól, illetve négybe állni, akár négybe brókolni bizonyos lapokkal. Mindig meg kell vizsgáljuk azt, hogy mi az ellenfélnek a három bet range -e, tehát hogy mennyire szélesen három beteli az adott pozíciónkat, és amit nagyon érdemes lesz még én azt gondolom megvizsgálni, az gyakorlatilag a posztlop játéka, tehát hogy mennyit c -betel, akár pozícióban, akár pozíción kívül. És hogy míg a Bomben flop mentusódán és vonsódán értékei, én nagyon nagy általánoságban ezeket szoktam így preflop megvizsgálni, mert hogyha preflop ezeket megvizsgálom, akkor nagyjából már lesz egy általános játéktervem, ami a posztop játékot illeti. Négybes stratégia. Ugye előbb láthattuk a táblázatainknál, hogy pozíción kívül többet kellene nekünk összességében betelnünk, mint pozícióban, de érdemes lesz még arról beszélnünk néhány szóban, hogy milyen méretekkel kell nekünk jellemzően négybetelnünk. Hogyha pozícióban ülünk, akkor én azt szoktam mondani, hogy érdemes lehet nagyon-nagyon maximum 2,5x négybet méretet alkalmazni, az ellenfelünk 3 bet méretéhez képest, tehát ha tételezzük föl mi nyitunk kettő és fél nagy vakkal, és kapunk erre egy 11 BB-s három betet, akkor én jellemzően nagyon-nagyon maximum 28 BB-ig szoktam négybetelni, de hogyha éppenséggel valamiért a négy bet az valamilyen szinten szélesebb lesz, akkor jellemzően ezt a sizingot lejjebb szoktam vinni, tehát hogyha valamiért én például többet négy betelek, mert mondjuk azt látom az ellenfelemről, hogy többet dob négy betre, akkor kiszélesítem a négy és ennek megfelelően lejjebb fogom vinni preflop méretemet, tehát nagyon sok esetben itt például akár, ilyen 23-24 bb és 4 bet méretet fogok alkalmazni. Pozíción kívül érdemesebb lesz egy nagyobb 4 bet méretet alkalmaznunk, pontosan azért, mert hogyha mi nagyon alul méretezzük magunkat preflop és pozíción kívül vagyunk, akkor a pozícióban ülő játékos, miután meg 3 betelt minket, sokkal egyszerűbben és jobb potoccok mellett fog tudni minket kólolni, cool amit mi nyilvánvalóan nem szeretnénk. Úgyhogy jellemzően én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy legalább legyen egy 2,5x 4 méretünk, legalább, és maximum 3x 4 méretünk lehet ebben a spotban, tehát ha mondjuk valaki 8 bb 3 betel minket, akkor jellemzően én 20 és 24 nagyba között szoktam 4 betelni ezeket az ellenfalaimat. Akinek 25% vagy alacsonyabb a foltú négybet értéke, az én azt gondolom, hogy összességében feleslegessé fog válni az, hogy kibalanszáljuk a négybetrincsünket, tehát, hogy legyenek benne jócskán blöff négybetek is. Én azt gondolom, hogy aki ennyire nem dob egy négybetre, az ellen nyugodtan megtehetjük azt, hogy a legtöbb bluff négybetünket egyszerűen elhanyagoljuk, és nem négybetelünk ezekkel a lapjainkkal, hanem sokkal inkább egy értékorientáltabb négybetrincssel játszunk ezek ellen az ellenfeleink ellen. Ja, ha minél többet dob valaki négy betre, akkor mi nekünk annál inkább fel fog értékelődni az, hogy a magas kártyákkal akarunk blövből négy betálni. Hitelezzük föl, én egy adott szituációval mondjuk Atop versus button akarok blövből négy betelni egy királybubi szútirót. Az azért lehet célszerű, mert a királybubimmal ugye blokkolom a királyos lapommal az ász királyait, királypárjait, illetve a bubival például a bubipárjait, amiket én azt gondolok, hogy nagyon sok játékos a legtöbb pozíció párnál azért szívesen be brókolna, még a négybetem állani is. Úgyhogy, ha minél többet kúrol valaki négybetet, tehát minél alacsonyabb az ötbet értéke, akkor viszont ez át tud fordulni abba az irányba, hogy mi elkezdünk inkább négy betelni az ilyen suited one vagy túlgepperes lapjainkkal, tehát például, ha mondjuk egy SBVS button szituációba játszunk, és három betelt minket az SB, és mi négy betelünk a button de azt látjuk, hogy a kisfaknak nincsen öt bet értéke, akkor érdemes lehet abban gondolkodni, hogy mondjuk egy 8-5 est, vagy akár valamilyen 7-4 szútirót, azt elkezdek blövből 4 betelni, pontosan azért, mert ha valakinek nincs öt betje, akkor nagyon sűrűn fog ezekkel az ász királyszerű mert akár az ilyen bubipár-szerű hengyeivel is csak slow play tehát csak kólolni egy 4 betet, és ez azért lesz érdekes, mert hogyha mi elkezdjük ugye pont ezeket a lapjainkat négybetelni, mint Ázdámóf, vagy Ázbubiov, vagy Királydámóf, vagy akár Király szútid, amit egyébként ritkán négybetelnék, az utóbbi lapot, a Királytiszútid. De ha elkezdjük ezeket négybetelni, akkor sajnos megvan annak az esélye, és fennáll az a veszély, hogy túl gyakran leszünk ezekkel a broadway-szerű lapjainkkal dominálva, ugyanis nem ötbetel az ellenfél. Tehát minél többet ötbetel valaki, mi nekünk annál inkább lesz érdemes Broadway hendekkel bluffből négy betelni, és minél inkább nem öt betel valaki, mi nekünk annál inkább célszerű lehet eltolni a bluff négy betelincsünket abba az irányba, hogy ne a Broadway kártyák legyenek benne, hanem inkább a szútit hendek.